Kérem Úcs János polgármester urat, mondja el gondolatait a 19. Jászvilág találkozóról. Hát, szép volt Jászberény. Gratulálok Önöknek, szép jó estét kívánok. Mindenek előtt gratulálok a fantasztikus közönségnek, hiszen ez a három nap Önöknek szólt. Csodálatos volt látni ezt az óriási tömeget, aki Jászberény főterére erre a három napra kijött, és jól érezte magát. Hiszen hiába való lett volna ez a fantasztikus program, ha Önök nincsenek itt, és nem érzik ilyen jól magukat. Gratulálok hozzá. Kedves polgármester úr, az életben vannak dolgok, amiből csak egy van. Ilyen a haza, a család, a szeretet, az első szerelem és a 19. Jászvilág találkozó itt Jászberényben. Ebből csak egy van. Tőlem nagyon sokan kérdezték az elmúlt napokban, az elmúlt órákban, hogy Jászapáti vajon ezt a lécet hogy fogja átugrani. Hát természetesen sehogy. Én úgy gondolom, a Jászvilág találkozóknak az igazi értékét mindig az adta, hogy minden település, a település lakója, lakói szívüket, lelküket adták hozzá, és minden Jászvilág találkozó attól volt csodálatos. A Jászberény is ettől volt csodálatos. Gratulálok! És amíg a polgármester úr háromnapos programot ígért, én azt hiszem, ez nem háromnapos program volt. Ahogy a Jászvilág találkozónak a sikere, az sem ebben a három napban alapozódott meg. Azt hiszem, hogy a Jászvilág találkozó sikere és Jászberény hírneve az akkor kezdődött, amikor a felszállott a páva vetélkedőben a Jászság népéltüttes jelentkezett és nyert. Ez volt a legcsodálatosabb felvezetője a 19. Jászvilág találkozónak. És kérem, engedjék meg, hogy egy gondolatban kiemeljem a Jászság népi együttes nagyságát, Szűcs Gábor barátom emberi nagyságát, amikor ott a Duna TV stúdiójában összejöttünk, és gratuláltam nekik akkor a győzelmi mámorban. Szűcs Gábor barátomnak az volt az első gondolata, hogy szervezzünk egy jótékonysági rendezvényt egy beteg kislány megsegítésére. Óriási dolog volt. Abban a pillanatban számára többek között ez volt a legfontosabb. Úgy gondolom, ezek a gesztusok, ezek a gondolatok alapozták meg a Jászvilág találkozónak a sikerét. Fantasztikus volt. Örülök, hogy átvehetem a Jászok nagykönyvét. Egészen biztos, hogy a jövő évben folyamatosan lapozgatni fogom, és biztos vagyok benne, hogy minden névhez kötődik egy szép emlék, egy szép üzenet. Kérem, engedjék meg, hogy elmondjam számomra Szabó László művész úrnak az üzenete lesz az egyik legszívhez szóló, hiszen akik itt voltak, hallhatták. Amit ő egyszerűen és szerényen megfogalmazott, az egy fantasztikus üzenet. Amikor ő az otthonról, a hazáról beszélt, akkor talán számunkra ez nem jelent mást, mint a munkaidő végét. Amikor a füstölt kolbászról, az itthoni csirkepaprikásról beszélt, akkor nekünk csak egy élelmiszer. Számára a szülőhazát jelentette. Biztos vagyok benne, hogy nagyon sok szép ilyen üzenetet fog még ez a nagykönyv hordozni, és én ezúton is ígérem Önöknek, hogy a nagykönyvvel a kezemben ápoljuk és őrizzük a Jászvilág találkozók hagyományát. Köszönjük szépen, hogy itt lehettünk, és várunk mindenkit, várunk Önöket, mindenkit jövőre Jászapátin, július második hétvégén Jászapátiba. További jó szórakozást kívánok. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen Jászapáti polgármesterének. Most pedig felkérem dr. Szabó Tamás urat, Jászberény város polgármesterét, hogy a Jászok nagykönyvét adja el Jászapáti város polgármestere Pócs János úr számára. A könyvet a színpadra hozta Molnár Levente, a Jászlovas Bandérium kapitánya.